mozdonyfesztivált szervezett a Wokke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nyíregyházán. A több helyszínen életre hívott rendezvényen az igazi nagy mozdonyokat is birtokba vehették az érdeklődők, de a modellezés szerelmeseinek is kedveztek. A Vasút Modell kiállítás, ami a mozdonyfesztiválunk, a mai mozdonyfesztiválunk egyik eleme, gyakorlatilag már évek óta megrendezésre kerül, de ez a mai alkalom ez egy kicsit különleges, hiszen három eleme van a mozdonyfesztiválnak. Egyrészt a Vasút Modell kiállítás, ami mindig így gyereknap környékén, vagy gyermeknap hétvégén, vagy előtte-utána kerül megrendezésre, illetve most első alkalommal Nyíregyházán nagy mozdony kiállítást szerveztünk, és hál' Istennek partner volt ebbe a vasútállomás is, illetve ugye a MÁV csoport tagjai is, hiszen nélkülük nem tudtuk volna megszervezni ezt. Igazából ez az elem, ez abból áll, hogy négy valódi nagy mozdony, ami Nyíregyházán gyakran látható, illetve Nyíregyházán is gyakran látható a vasúti vonalakon, egymás mögé van állítva, és szinte kiállításként látható, a gyerekek, illetve a szülők is nagy szeretettel mennek fel, és érdeklődve tekintik meg a mozdony kívülről, belülről. A harmadik eleme ennek a mozdonyfesztiválnak ma egy fotókiállítás. Volt egyszer egy kis vasút címet viseli, és Hoványi Péter fotóiból készült ez a kiállítás. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára. Kövess Facebook és Instagram oldalunkat.